Jó reggelt kívánok, kellemes hetet mindannyiunknak. Április 4-e van, az idősebbek emlékeznek még, hogy április 4-ről szóljon az ének kezdete. Ilyenkor, vagy még az előző napokban mindig ünnepségeken vettek részt az iskolások és a felnőttek. Tehát megkérdeztem egy 20 éves, na április 4-e mi lesz ma? És nézett rám nagy szemekkel, hogy miért mi lenne hétfő. Hát így múlik a világ dicsősége. Mara Kovács Attila a vendégünk, a DK szakpolitikusa, külpolitikai szakértője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Annál is inkább így, mert eleve egy hazug dátum volt, hisz az akkori Magyarország területe nagyobb volt, mint a mostanié, és a felszabadulás úgymond nem itt kezdődött, hanem pár száz kilométerrel keletebbre. Tehát az első magyar települések hamarabb szabadultak föl, azt hiszem októberben, 44 októberében. Ráadásul azt is tudjuk most, hogy április 6-án még voltak német csapatok magyar területen, de szerintem ebbe igazából így érdemtelen belemenni, mert hát ez egy csinált ünnep volt azon a módon, így ahol azt ünnepeltük Hajdanában. Mi témánk az a külpolitika? Az, hogy a világ hogy változik, az a külpolitikán lemérhető? Most nem az április 4-ére gondolok, de például a magyar-szovjet, ugye a mai magyar-orosz kapcsolatokra gondolhatunk. Annál is inkább, mert egy globális világban a külpolitika nagyon felértékelődik. Ugye hirtelen nem is külpolitikává válik az addigi külpolitika, hanem belső politikává, egy nagy globális világ belső politikájává. Éppen ezért kapkodjuk úgy a fejünket mi, akik hozzászoktunk ahhoz, hogy általában egy-egy országnak a belső viszonyait szoktuk elemezni, meg magunkhoz közel érezni, hogy hirtelen olyan helyek is nagyon közelről érintenek minket, amelyek addig nagyon távolinak tűntek. Hatásukban, akár morális szempontból, de gazdasági, katonapolitikai szempontból is mindenképpen. Ami most Amerikában zajlik például, hát az direktben érinti az egész világot, benne Magyarországot, benne az Európai Uniót, hogy tulajdonképpen meddig tud elterjedni, meddig tud elmélyülni az a populizmus, amit mondjuk Donald Trump, és bizonyos értelemben még Sanders is a demokrata részről víz, de itt főként Donald Trump a nagyon nagy kihívó. Annál is inkább, mert gyakorlatilag eddig mindent felrugott, ami az amerikai külpolitikát, beleértve a republikánus és a demokrata külpolitikát együtt. Na, de felrugná akkor is, hogyha hatalomra kerülne? Tehát őt választanak elnöknek, ugyanaz a populizmus jellemezné vajon? Nézze, ha összevetjük Ronald Reagannel, aki a legprovokatívabb eféle politikus volt, legalábbis azon évtizedekben, amit mi már tudattal éltünk meg, akkor, hogy mondjam, zongorázni lehet a két ember között a különbséget. Ronald Reagan egy nagyszerű színész volt, és úgy tűnik, hogy remek, hogy mondjam, most politikailag mondom ezt, stílus érzékkel. Tehát nagyszerűen választotta meg azokat az embereket, akikre hallgatott, és akik megírták például beszédeit. Szerencséje is volt. Épp egy halódó Szovjetunióval találkozott. De hát itt tulajdonképpen az összefüggéstelen beszédek, hogy mondjam, egész litániájával találkozunk. Éppen most pár perccel, hogy elkezdődött ez a műsor, volt egy kis összefoglaló az ATV-ben, ahol hát a legborzalmasabb történeteket, legprimitívebb módon ezt foglalták össze, hogy hogyan nyilatkozik ez az ember, ma ezt, holnap épp az ellenkezőjét. De vevőre az amerikai nép egy jelentős része a jelek szerint. Ez így igaz, az nyilvánvalóan tele van a szakirodalom erről fantasztikus elemzésekkel. Tulajdonképpen én is főként ezzel foglalkozom jelen pillanatban, hogy mi az, ami az amerikaiak többségét, nem a felső részt, de az amerikaiak alsó többségét szembeállította a jelenlegi amerikai elittel. Amelyik nem sikertelen. Egyáltalán nem sikertelen. Én sokkal közelebb érzem magam Bush elnökhöz, mint sokan mások, de Bush elnöknek sikerült megszilárdítani Amerikának a biztonságát. Obama elnök pedig sikerrel fogott minden olyasmit vissza, ami a Bush örökségből nagyon kihívónak és veszélyesnek tűnt. Tehát nem tartom én ezt olyan, ráadásul hát a belpolitikája is nagy tömegek tulajdonképpen számára fontos. Ha az amerikai politikát értelmezzük, akkor egy pillanatra visszanézhetünk a kétpólusú világra is. Most Putyin próbálkozik azzal, hogy a hajdani kétpólusú világot újraépítse, tehát hogy legyen egy az oroszok által uralt gondolkodásmód és térség, ha gazdaságilag nem is képes erre már, és legyen egy az amerikai és az Európai Unió összefogásával leírható jelenség. Putyint meg fogja rázni az az offshore botrány, amiben most belekeveredni látszik? Ugye itt most 2 milliárd
dollárt tudnak a fejére olvasni különféle dokumentumok és bizonyítékok alapján, amit elsíbolt, elsinkófált az orosz vagyonból. Ki tudja, hogy mi van még a háttérben. Putyint nagyon sok minden meg fogja rázni, de nem ez. Ezek kis elemek abban a, hogy mondjam, abban a bekétrítési manőverben, amivel tulajdonképpen a nyugat megpróbálja magát védeni. Ez most erről szól? Ez most erről szól. Rengeteg offshore cég, rengeteg adattal került a nyilvánosságra, oly módon a nemzetközi újságíró társadalmat bevonva elemeztették a sajtóval a megfelelő adatokat. És van magyar szál is, tegyük mindjárt hozzá. A kecskeméti fideszes volt politikus ügye az, amit egyelőre ismerünk ebben. Így van. El fog ez még mélyülni más vonatkozásokban is, más kelet-európai politikusok is bele fognak keveredni, de látszik az, hogy a felderítésnek a, tulajdonképpen az, a legfontosabb mondani valója az, hogy itt hát a hagyományos hagyományos hidegháborús logika működik, és tulajdonképpen az oroszok ilyen szempontból beszoríthatók nagyon is. Az amerikaiak előhúzták ezt a listát egyfajta fegyverként? Vagy amerikaiak, vagy mások, de mindenképpen egy ilyen erőtérben egyértelmű, hogy kinek használ egy ilyen hírverés, és kinek áll. Orbán Viktor washingtoni villámlátogatást tett, a nukleáris biztonsági csúcsra utazott, bejutott a Fehérházba, hogy azt az ellenzéki sajtó kicsit kajánmosolyjal kommentálja. Fogadta őt Obama elnök, ahogy ezt a kormánypárti sajtó leírja. Talán a kettő között az igazság, nem? Nézze, ez a két évente megrendezett konferencia egyáltalán nem volt fontos Magyarország számára, magyar kormány számára. 4 évvel ezelőtt Szülba Schmidt Pál ment ki, aki éppen akkor, akinek a fejére éppen akkor dölt rá sok minden, utána Martonyi ment Hágába ki. Most nyilvánvalóan Orbán Viktor felhasználta a lehetőséget, hogy egy nagyon nagy delegáció, 21 ember ment ki vele, nagy delegációval kimenjen, és mint delegáció vezető nyilvánvalóan részt vegyen ezen a konferencián, ami együtt járt azzal, hogy meghívást kapott a Fehérházba, nem hivatalos meghívást egy vacsorára és egy kép erejéig. Ennyi az. Azért egész ment ki az ön vélemény szerint Orbán Viktor ezzel a delegációval, annak azért, hogy legyen egy fotója Obamával? Szerintem ez volt az legfontosabb üzenete, mert minden más meg tudott volna itthonról csinálni, de persze ebbe az is benne volt, hogy őt valahol fogadják. Nézze, egy olyan emberről van szó, akit nem fogadnak, aki csak Brüsszelbe szerepelhet, mert oda uniós vezetőként kötelessége kimenni, meg is kötelessége meghívni őket. De máshova nem hívják, csak legfeljebb közép-ázsiai, hát nagyon érdekes diktatúrákba. Ezzel együtt nyilvánvalóan ennek a látogatásnak egyéb fontos üzenete is van, vagy legalábbis, hogy mondjam, patron van benne, és ez az, hogy látszik ez a populista előretörés az Amerikai Egyesült Államokban, különösen érződik ez a republikánus vonatkozásban, és ezt bizony Orbán Viktor megpróbálja felhasználni úgy, mint önmaga hitelesített. Én ezt csinálom már évek óta, Amerikában csak most kezdték el felkiáltással. Nem véletlen a napokban fogadja itt azt a Dana Rohrbach nevű kaliforniai képviselőt, aki hát az egyik legvállalhatatlan figura, és egyébként tökéletesen Orbánnak a politikáját képviseli. Na, lássuk néhány pillanat erejéig a mai reggeli sajtót. A Népszabadság arról ír, hogy az Exim Bank gyakorlatilag a kihelyezett hitelek több mint felét Fidesz közeli cégeknek adja ki, és milliárdos állami segítség jut egy offshore társaságnak is. Ír majd, olvassák el a fekete ruhás nővér döntéséről is, de erről a következő percben amúgy is beszélünk. Majd a világgazdaság a kresztorosok várható csalódását jósolja. Nagy bukás például a kártalanítás után, ugye a világgazdaság a broker botránnyal foglalkozik. És támadás a kormányzati informatikai hálózat ellen. Ez egy magyar történet, a Magyar Idők hozza a címoldalon, és hát most már azt is nagyjából sejtjük, hogy egyelőre fogalma nincsen a magyar kormányzat megfelelő szerveinek, hogy kik álltak a túltereléses támadás mögött. Ilyenkor ez egy terrorcselekmény? Ezt így kell értelmezni? Nézem, most minden terrorcselekmény, mert ennek szezonja van, és jó a kormány propaganda szempontjából. Én a legvalószínűbb magyarázatát abban látom, hogy az az őrültség, ami a múlt héten elterjedt a kormányzati felületen, hogy hol vannak Európában no-go zónák, tehát olyan zónák, amelyek veszélyesek egy-egy országon belül, és amelyekről kiderült sorozatban, hogy épp az ellenkezőjük az igaz. Hát ezt elkezdték nézni sokan, és túlterhelték a rendszert.
és ebben ezért omlott össze. De most már úgy tudom, hogy nem, hát ez azért ennél súlyosabbnak látszódik, mint hogy néhányan elkezdik otthonról nézegetni, hogy ki hova ne menjen. Hát inkább azt nézegették, hogy milyen ostoba magyarázattakkal állt elő a magyar kormány, miközben hát kiderült, hogy ez az egész nem igaz. Tehát ő... Tehát tekintsük ezt az egészet a no-go zónáktól kezdve a túltereléses támadásig cinikus mosolyal, hogy jó, persze? Szerintem nem kell ebből többet gondolnunk, nem kell erről többet gondolnunk, de minden szempontból állandóan terrortámadás alatt állunk, mint tudjuk, ez a legmegfelelőbb a kormány számára propagandaként, tehát mindenre ráhúzza ezt. A Népszava tudni véli, hogy mely 50 hivatal maradhat abból a 71 néhányból, meg végül, amelyről Lázár János hónapokkal ezelőtt beszélt, mely hivatalokat tudja be kell olvasztani a minisztériumba. A Magyar Nemzet azt a kérdést feszegeti, hogy mi haszna a kormány partnerének lenni, hogyha valaki egy nagyvállalati vezető, mennyit tesz ez hozzá, vagy veszel az gazdasági szabadságából. A Magyar Hírlap pedig arról ír, hogy a végvidékeket ma geopolitikai ütköző zónáknak nevezik, ezt Kövér László mondta, hát ki más mond ilyen nagyszabású mondatokat rendre a Magyar Hírlap címoldalára, mert mit gondol erről? Hát meg kell nézni azokat a végvidékeket, ahol az oroszok éppen most geopolitikai érdekeiket próbálják védeni a Kaukázustól, Transznisztrián keresztül Ukrajnáig és a Krímig, és akkor látjuk, hogy tulajdonképpen ki akar ilyen érvényesíteni ilyen különleges érdekeket. És nem azt mondja, hogy visszakerülünk Putyinhoz, csak most másképp. Tulajdonképpen ugye bizonyos, a 2 milliárdról már beszélt. Bizonyos értelemben ez a kormány a politikáját erre építi. Aztán, hogy hagyjuk-e, illetve a világ hagyja ezt, Európára gondolok, Amerikára, a szövetségesünkre, az egy más kérdés. Arra Kovács Attila, köszönöm szépen.